Kocsi készülődik neki a labda elrúgásának. Puskás beledek a lábadba! És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Gyere egérke, gyere kicsi lány! A sportszolgálatában egykor és most. Sportarena Szabó Tímával. Hát ilyen nincs, és mégis van! Köszöntöm a Kontakt Rádió hallgatóit a 87,6 MHz-en. Ez itt a Sportaréna, Szabó Tímea vagyok. Mai vendégem ismét egy igazi példakép, hiszen legyőzve határait bizonyította, hogy testi fogyatékossággal is lehet teljes életet élni, sőt, bajnokká válni. Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban Sors Tamás parasportolót, paralimpiai bajnokot. Tamás, kezdjük a gyermekkorodnál. Beszélnél róla, hogy hogyan élted meg gyerekként a testi fogyatékosságodat? Ugye a kezeddel van probléma, te így születtél. Mivel nekem ez adott volt, hogy így születtem, ezért tehát nem baleset által, ugye, ahogy ez így még pár ilyen parasportonak lenni szokott, én így születtem, tehát nekem így fejlődött ki az egész gyerekkorom, és így élem az életem. Nem éreztem nagy hátrányát, hogy igazán sohasem. Meg szerencsére azért elmondhatom, hogy akkora nagy sérülésem ugye nincs is, ugye most a jobb kezem egy picit sérültebb, de ugyanúgy éltem, mint egy hétköznapi gyerek. Óvodában maximum csak annyi, hogy egyel több fogás volt rajtam, amivel csúfolhatnak. Talán de volt ilyen egyébként? Csúfoltak? Talán ott volt egy ilyen, de hát ott a szemüvegestől kezdve a rövid és a hosszúit is csúfolják, vörös. a kövért és a soványt. Úgyhogy igazából ennyi volt, de ezen túl nem volt soha ezzel nagyobb problémám. Mindig is úgy kezeltem ezt a dolgot, hogy ez egy ilyen természetes, és szerintem sokat számít az, hogy az ember hogyan áll ehhez, akkor a többiek is úgy állnak nyilván hozzá. Ez így van. Azt tudom, hogy az édesanyád nagyon kemény asszony, mert ezt már több helyütt elmondtad, és azt is tudom, hogy ő sarkalt téged arra, hogy sportoljál, sőt a családban a nagypapád, ha minden igaz, jól tudom ezt is, hogy labdarúgó volt. Ezek szerint érezted te is már a sport iránti vágyat, vagy ez inkább az ösztöndés volt? Talán mindkettő. Ugye anyu volt az, aki mindig is akarta, hogy sportoljak a nővéremmel együtt. Ugye nekem van egy testvérem, a nővérem. Aztán, amikor gyerekek voltunk, akkor anyu mindig is szerette volna azt, hogy igenis sportoljunk, hogy csináljunk valamit, mozogjunk, hiszen ő is azért kézilabdázott az iskola alatt. Akkor ugye az ő édesapja, az én nagypapám, ő focista volt, elég jó NB1-es focista volt még annak idején. Tehát igazából az édesapám is, ő is birkózó volt, ő is ilyen országos bajnok birkózó volt még fiatalabb korában. Úgyhogy valahogy így ez ott volt ez a sport így a családban. És akkor anyu is szerintem így, hogy azért valamit csináljunk. Kipróbáltunk egy-két sportágat, emlékszem, azért voltam ilyen karatén is, meg tényleg talán még fociztam is, valami ilyesmi is rémlik, de az úszás annyira hamar kezdett, és annyira odaragadtam, hogy nagyon más nem is tudtam csinálni mellette. Ugye egy úszónak nincs is hobbija az úszáson kívül, hiszen az nagyon sok időt elvesz. Az úszás eleve kiszív, úgyhogy ha valakinek van, én nem mindig azt mondom, hogy valakinek van egy nagyon aktív gyereke, azt vigye le az úszodába. Úsztassa sokat, ott kiúszta és kiszívja a vizet, kifárad. Úgyhogy talán nekem is ez volt, hogy azért aktív gyerek voltam, eléggé hiperaktív, tehát hogy azért eléggé mozgékony is voltam. És akkor ez sokat segített. Tehát én általános iskolában kicsit ilyen rossz gyereknek is mondható voltam, azért eléggé eleven voltam. Voltak velem problémák is. Például milyen problémák voltak veled? Mert igen, egyébként föl is írtam itt a terveim között, hogy én tudok arról, hogy te azért elég laza kamasz voltál, így írtam fel, akkor én szépen fogalmazok, de mit jelentett ez? Hát nem én voltam a tanároknak a kedvence. Nem tudom, mindig beszélni. A tanulmányaid, vagy a magatartásod alapján? Inkább a magatartás. A tanulmányaim is az elején nem voltak annyira, de az talán pont a magatartásom miatt. De igen, hát én sokat beszéltem, valahogy szerintem még kicsit éretlen, vagy talán túl hiperaktív voltam. Akár lázadásnak is lehetett hívni. Nem tudom, én hát a tipikus azok a rossz gyerek közé tartoztam. Nekem mindig a legrosszabb gyerek volt a legjobb barátom az iskolában. De aztán ez, ahogy így elkezdtem a sportot, ez elmúlt. Tehát, hogy ahogy elkezdtem edzeni, meg elkezdtem dolgozni, hogy azért elkezdtem komolyodni is, meg,
meg azért nyilván már ez így változott, és az úszás egyébként itt tényleg jó helyre tett, tehát hogy komolyabbá tett elég hamar, még ha egy kicsit ilyen komolytalan is voltam a pici koromban. A sport azért azt mindenki egyetért vele, az egész világ, hogy fegyelemre összpontosít. Így van, abszolút. Főleg ugye az úszás sport, ami már elég korán ilyen napi két edzésből áll, és az, hogy azért fiatalként lemenjél két edzésre, főleg fölkeljél reggel korán is fél hatkor csobbanj a vízbe, ahhoz igen kell egy önfegyelem, kell egy ilyen komolyság is. Tehát ha megnézzük az úszoknál, szerintem akik már ilyen fiatalok, azok eléggé céltudatosak és komolyak lesznek elég hamar. Illetve kell hozzá egy edző, és kell hozzá egy... Először is, hát az, hogy valaki felfedezzen, elmesélnéd a hallgatóknak, mert én tudom most már a történetet, hogy mi köze van a te karrierednek a lángoshoz és a pécsi vásártérhez. Ugye te egyébként is ott élsz. Igen, én pécsi vagyok, ott is születtem, azóta is ott élek. És az én edzőm, aki ugye a Petrov Anatoli, a Tolja bácsi, ő nem volt a vásártén, ugye a pécsi vásártén az én nagymamám mai napig ott dolgozik minden vasárnap, csinálják a lángost már vagy 30 éve, közel Lapfok, 30... Lapfokhagymás, tejfölös, meg minden. Mindenféle, igen, nagyon, és a legfinomabb lángos tényleg, úgyhogy nagyon jól csinálja. Én annyira nem szoktam lejárni, de valahogy mindig akarok, csak szerintem gyerekkoromban olyan sokat voltam, hogy azóta egy kicsit már így meguntam. Elteltél vele. De azért néha lejárok. És akkor ott ugye Tolja bácsi is a vásártéren volt, én meg pont a mamánál voltam, és akkor ott meglátott engem. És mondta Tolja bácsi, hogy miért nem megyek úszni. De közben ugye anyu is mondta, hogy sportoljak valamit, tehát ez igazából érdekes, mert nagyon sok oldalra jött ez a... De Tolja bácsi ott meglátott, és rögtön mondta is, hogy... Ő mindenkinek mondja egyébként. De ő mindenkinek mondja. Igen, aki fiatal gyerek, és mondjuk tetszik neki, mert ugye a látszik rajta, hogy kicsit ilyen mozgikonya, vagy olyan testfelépítése van, vagy ő látja benne esetleg az alkatában azt a tehetséget, akkor mindig oda megy, és mindig mondja, hogy amúgy is mindenkinek mondja, hogy úszni kell, de hogyha valakinek még az adottsága is olyanok, akkor kimondottan oda megy hozzá, és mondja neki, hogy akkor igenis menjen az úszodába. És akkor ez így alakult, akkor ő is mondta, hogy menjek, anyu is mondta, hogy menjek, és így alakult ez ki. De egyébként ő akkor látta a kezedet. Igen, látta. Pláne ugye az is ott volt akkor, persze, hogy ugye nekem ráadásul volt ez a sérülésem. És ugye pont akkor volt a Pásztori Durinak is a sikere, tehát ugye neki ő volt az edzője. Az is nyilván hozzátett, hogy azért, hogy még inkább, tehát hogy akkor megmutattam is, hogy van parasport, hogy itt sérülten lehet úszni, és igenis lehet ugyanúgy világbajnokságokra kijutni, Európa-bajnokságokra kijutni, és hogy van ilyen, hogy sérülteknek sport. És hát paralimpiára is kijutott. Köszöntöm a Kontakt Rádió hallgatókat, itt a 87,6 MHz-en. Ez itt a Sportaréna, Szabó Tíme vagyok. Mai vendégem Sors Tamás, paralimpiai bajnok úszó. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy Tolja bácsi ösztönzött az úszásra, és te el is kezdted. Lementél az úszodába, komolyan vetted? Igen, mert féltem tőle. Jó, akkor szigorú edző, Tolja bácsi. Igen, és szigorú volt, meg tényleg ő nagyon, nagyon ilyen sziklás ember, így lehetne jellemezni, de emellett nagyon, nagyon jó szívű is, de tényleg olyan volt, hogy abszolút mindenkiből ki tudta hozni a maximumot, és egy nagyon jó edzőtípus, tényleg... keménykező, amikor az ember a vízben van, amikor meg nem, akkor meg azért persze teljesen akár ilyen nagypapámként tekintettem rá, de jó kapcsolatunk van, úgyhogy mai napig is nagyon jobban vagyunk, meg hát azért nagyon sokat dolgoztunk együtt, nagyon sokat készültünk, de igen, ezt tudnám mondani, hogy azért az, hogy én ott ragadjak, ahhoz kellett jó edző, mindig ezt szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy valaki egy sport szeresse, ahhoz kell a tehetsége nyilván, meg hogy jó legyen benne, kell egy jó edző is, meg egy jó csapat. Ez az, ami mondjuk hosszú ideig ott tudja marasztani az embert. És ugye már beszéltünk arról, hogy rossz gyermek voltál, most arról, hogy már itt tanultál egy kis fegyelmet, de rögtön, vagy ez mikortól fogalmazódott meg a fejedben, hogy te akár bajnok is válhatsz. Tehát először csak a mozgás szeretete
vitt az úszodába, meg az, hogy ő szigorú volt, meg hogy oké, úsztál, vagy már rögtön arra gondoltál, hogy te akár bajnokká is fejlődhetsz? Nem, azért ez fiatal korban még nem így van. Még nem ez motiválja a 8 éves gyereket. Hogyha igen, akkor szerintem még nem is tudja, hogy pontosan mi az. Tehát ilyen fiatal korban még azért az ember nem tudja, illetve a gyerek még nem tudja. És akkor mikor jött számodra szerintem... az a... Hát eleinte még persze az visz, tehát 8-9-10 évesen még az visz az uszodába, hogy a barátok, azért vannak versenyek, kisebb versenyek, ugye az úszoknál majdnem minden hétvégén van úszóverseny az országban, és akkor ott úgy lehet, meg lehet méretetni azt, hogy állsz, ha érmet szerző és ügyes vagy, akkor ugye az is egy motiváció, tehát egy érmed van, akkor az nagyon jó, akkor szeretném még, és akkor ugye minden hétvégén minél több számból indulsz, akkor egy idő után kialakul az, hogy melyik versenyszám a neked testhez álló, ugye itt több versenyszám is van, pilangótól egészen a gyorsig, meg a vegyesig, akkor évek alatt kialakul az, hogy te most milyen úszó is vagy, akkor kicsit azt csiszolod, aztán rájössz, hogy mégse az a jó, akkor elkezdesz egy másikat. Tehát, hogy mindig vannak ilyen kis apró történések, ami miatt te ezt csinálod és viszed előre. Aztán jött egy nagy világverseny, ami neked nagyon jól sikerült. Igen, és akkor így volt, igen. Tehát amikor már ezek így lementek, amikor már én is érettebb lettem, azért már én 15 éves voltam, amikor az első világversenyemre kivittek, ugye oda nem is akartak eleinte kivinni, mert még nem volt meg az a nagy szintidőm, nem számítottam akkor a tehetségnek. De végül sikerült ezt kimatekolniunk, hogy valahogy kivigyenek, és akkor kimentem, és utána nagyon jó eredményt úsztam. Akkor ott teljesen váratlan eredményt sikerült elérnem, egy ilyen harmadik helyezés sikerült elérnem a világbajnokságon, elég fiatalként is, hiszen ugye csak 15 éves voltam, vagy 16-e körül voltam, és akkor onnantól tudtam, hogy ez már komoly lehet, mert azért mégiscsak világbajnokságról egy érmet hazahozni, azért ez nagy dolog volt, és akkor onnan tudtam, hogy ha ezt így csinálom, akkor innen már tarthatom ezt a szintet, tehát tarthatom ezt a jó eredményt, és ha még erre rápakolok, hogyha még erre jobban edzem, akkor ez csak jobb lesz. És ugye ez 2006 volt, és rá két évre 2008-ban volt ugye a paralimpia, Pekingi. És az célom volt nekem amúgy is már, hogy én oda ki szeretnék jutni, mégis ugye az a csúcsok csúcsa, ugye minden sportolónak az olimpia a fő, ugye azt rendezik csak 4 évente, mégis az a legritkább és az a legnevesebb esemény. És akkor persze, hát az nekem nagy élmény volt, hogy tudtam, hogy akkor ez szabad út lehet már oda. És hogyan emlékszel vissza, igen, ez 2008-16 évesen, hogyan emlékszel vissza erre a pekingi olimpiára? Hát, jó rég volt, nagyon-nagyon nem is tudnék így tisztán, hogy pontosan az érzések bennem milyenek voltak. Emlékek vannak, érzések már annyira, annyira nem tudnám azt így visszaadni. Meg nagyon fiatal. Meg fiatal is voltam, igen, tehát hogy annyira még talán nem is fogtam fel, igen, azt lehetne mondani. Hát ugye nekem egy versenyszámom volt ez a 100 méter pilangóúszás, ugye én ebben nyertem ott 2006-ban, és akkor erre feküdtünk rá leginkább, erre az egy versenyszámra, hogy akkor ebben szeretnénk. Hát nagyon... jól sikerült, mert ugye... Ugyanilyen ez sikerült meg is nyerni, igen, ez Pekingben. Úgyhogy arra az a két év az nagyon kemény volt, és ez csak ebből állt, hogy akkor azt a két évet erre az egy versenyszámra koncentrálva készülünk és csináljuk. Egyébként kinek akartál bizonyítani, az edződnek, magadnak, a világnak? Vagy ez nem is volt ez a bizonyítási vágy? Nem. Nyilván az edzőnek valamennyire a tanítvány mindig akar bizonyítani egy edzésen. Jól esik az, ha egy edző megad egy feladatot, egy szintidőt, akkor azt leúszod, az neked is jó, mert az edző nyilván olyan célt tűz ki neked, amit nehéz elérned, és amit magadtól meg nem akarsz. És ha azt eléred, akkor az jó, mert te is elégedett vagy önmagaddal, hogy megcsináltad, elégedett vagy azzal, mert látod az edző szemében, hogy ő is elégedett vele. Tehát persze ilyenek vannak, az kell, hogy egy sportoló az edzőjének is meg akarjon felelni. Emellett így nem, a családnak nem, a világnak nem. Mm-hmm. Tehát ilyen nagy dolgok így nem voltak. Én csak szerettem azt, amit csináltam, szerettem azt, hogy jó voltam benne, és persze jó érzés volt az, hogy úgy menni egy versenyre, hogyha mindent beleadok, akkor első vagyok, vagy dobogós vagyok, vagy tényleg megverem a többieket. Talán ez volt jó, én mindig is olyan típusú voltam, aki
inkább versenytípusú sportoló vagyok, nem a szorgalom típusú. Nálam jóval több szorgalmas úszó volt szerintem így a csoportban, de én versenyezni nagyon szerettem. Tehát a versenyeket nagyon szerettem, és hogyha meg is kérdezik, hogy mi hiányzik az úszásból, vagy mi az, ami a leginkább, akkor azt mondom, hogy a versenyzés, mert az egy ilyen nagyon jó dolog volt. Ennyire még nem szaladunk előre, hát ha rábeszélek én előre a Tokióra, mert hogy tudom, hogy most mire gondolsz. Igen, úgyhogy az a része az nagyon jó, és akkor így alakult ez persze. Aztán amikor meg is nyertem, akkor meg egy álom valósult meg, hiszen akkor már nagyon akartam, és hát az volt a csúcsok csúcsa, és azt meg sikerült elérni, az nagyon feldobott. Ugye azon kívül nekem az aranyon kívül még Pekingben volt két bronzérmem is, ami igen, meg abszolút váratlan volt, és szerintem az annak volt köszönhető, hogy első nap úsztam a 100 pillangót, ugye, ami főszámom volt, és amit meg is nyertem. Szerintem ez olyan eufória volt, igen, meg olyan boldogsággal töltött el utána, hogy jó formában is voltam, és akkor a maradék számokból is tudtam jót úszni. Hát ehhez gratulálok. Köszönöm. És így utólag is. Ugye bajnok lettél, és hát a nyilvánvaló a média feladata, hogy körülrajongott. Na most ez valakiket nyomaszt, valakiket feldob, valaki elszáll tőle. Te ugye azért 16 évesen pont abban a korban voltál, hogy akár át is szökkenhettél volna a másik oldalra, hogy elszállsz ettől a sikertől. Én azt gondolom, hogy te soha nem szálltál el a sikertől, és úgy látom, hogy megmaradtál. Igen, nem, hál' Istenem, mert azért rájöttem elég korán, hogy ez nem ez feltétlen az élet, ez az ilyen úgymond celebkedés, vagy persze valakinek ez jó, valakinek tetszik. Én nem egy ilyen típusú ember vagyok, nem egy ilyen beállítottság vagyok. Nekem ez egy ideig élveztem, egy idő után már teher volt. Persze jó volt olyan helyekre eljutni, jó volt látni, jó volt szerepelni műsorokban, jó volt tényleg olyan csatornákon, olyan rádiókon, mint ahogy itt is. Köszönöm. Tehát, hogy ezek mindig nagyon jók, de ami meg már nagyon sok volt, és nagyon bulvárba ment, tehát az már nem az én világom volt. És én ezt egy idő után már nagyon tudatosan csináltam, hogy próbáltam kerülni ezt a bulvár részét, próbáltam minél kevesebbet szerepelni, és inkább csak tényleg azokat, amiket igazán szívből akarok, és amiket komolyan is gondolok, műsorokat vagy megkeresésüket, csak arra mondtam igen. De aztán ez is olyan, hogy azért le is csillapodik. Ugye nyilván olimpiák után mindig fel van kapva egy sportoló, pláne ha még nagyon jó eredményt is ér el, de azért ez szépen lecseng egy úszónál, és amíg nem jön egy újabb nagy robbanás, egy újabb nagy siker, addig meg ugye elfelejtődik, hiszen most én annyira érdekes mégse vagyok, hiszen hát persze, ha van egy jó eredményem, azt el tudom azt mondani, hogy hogyan kezdtem, miként csináltam, de amúgy meg egy úszónak abból áll minden hétköznapja, hogy csak lefekszik, fel kell, edz egymás egyén hátán. Nem olyan vagyok, mint egy énekes mondjuk, hogy kiadom az új albumomat, vagy egy új albumon dolgozok. Az mondjuk olyan párhuzamat lehet, hogy mondjuk egy verseny. Akkor. De azért engedd meg, hogy zenei szünet előtt én azt elmondjam neked, hogy szerintem én például azért hívtalak el, nem azért, mert érdekes vagy, hanem én azt gondolom, hogy te egy példakép vagy. Szép napot kívánok a most bekapcsolódó kontaktrádió hallgatóknak, ez itt a Sporttal, én a Szabó Tímea vagyok, Sós Tamás paralimpiai bajnokkal beszélgetek, éppen, hogy eljutunk most már a második paralimpiához. London, ismét aranyérmet szereztél. Úgy olvastam, hogy amikor hazaérkeztél, azt nyilatkoztad, hogy egy picit teher volt számodra, megfelelési kényszer. Ezt mire értetted? Hát ugye arra, hogy én amit Pekingben nyertem, versenyszámot, a 100 pillangót, akkor utána abban veretlen voltam egészen sokáig. Tehát ugye 2008-ban volt ez, utána 9-10-11-ben én végigveretlenként indultam ilyen versenyeken, és mindig én nyertem Európa-bajnokságot, világbajnokságot. És hát persze ugye jött a London, ugye az a második paralimpián volt, és akkor féltem ettől, hogy akkor most, ugye mindenki ott hozza a csúcsformáját, mindig ott akarják megverni a ranglista tartót, és hát persze ott volt bennem egy ilyen félelem, és az nagyon jó lett, akkor azt gondoltam, hogy ez nagyon jó lenne megvédeni ezt a címemet. Tehát a cím megvédésem volt itt a hangsúly,
és ennek a stressz, ennek a nyomása. Igen, az volt, az úgy nehéz volt, és ezért is mondtam, hogy a második talán nehezebb volt, mint az első, mert az elsőn még úgy nem igazán tudtam, hogy miről van szó, nem az volt, hogy valamit már elértem, és hogy, tehát, hogy az ember, ha az ember már nyer, akkor onnantól már ezt vagy megtartja, vagy csak leronthatja. Mm-hmm. És ugye ez volt bennem, hogy ezt még egyszer, ugye ezt a 100 méter pillangót, ezt még egyszer meg kéne nyernem. És hát úgy szerencsére sikerült is, megvittem a címemet, nagyon-nagyon nagy boldogság volt, nagyon jó volt, talán pályafutásomnak a csúcsát mondhatom, ami Londonban volt, sőt így is van. Úgyhogy igen, az nagyon-nagyon jól jött ki, és az a legjobb része volt a pályafutásomnak. Tehát akkor a második olimpiádra már egészen másként emlékezel, mint a... Igen, teljesen különböznek. Érettebben. Nyilván érettebb is voltam, ugye, tehát azért már 21 éves felnőttebb voltam, mint ugye az a fiatal, aki Pekingben volt. Rutinosabb is voltam, tudtam, miről van szó. Meg tényleg az volt, hogy már felnőttként mentem ki. Ugye ott még egy gyerek voltam Pekingben, Londonban még már felnőtt emberként mentem. Egy picit a rendezésről, ha már ennyire a két nagyvárost nézzük, melyik város rendezett jobb olimpiát véleményed szerint? Mm. Peking vagy London? Ha most ezt a kettőt kérdezem. Igen, igen. Érdekes, nem tudom, mert tényleg nem tudom. Az az igazság, hogy amikor én kimegyek egy ilyen versenyre, akkor egészen addig, amíg nem fejeztem be, nem figyelek semmire. Mm-hmm. Tehát, hogy akkor annyira egy ilyen burokban és annyira beszűkült világban van az ember, hogy akkor még nem figyel. Legalábbis én ilyen típusú vagyok, hogy nem tudok, nem megyek el turistáskodni, nem nézek körbe a faluba, hanem akkor ott tényleg az van, hogy edzés, étterem, és azt kérdezem, izgulás. Hogy kényelem szempontjából, mert azért az kell, hogy a sportoló kipihenje magát. Igen. London azért jobb volt, több okból is. Az első nagyon fontos szerintem az időzóna, tehát azért az nagyon sokat számít, hogy milyen messze kellett utazni. Ugye ott Pekingben, meg ugye a klíma is, az is nagyon, tehát ezek nagyon fontosak, és talán ezért is volt ennyire sikeres szerintem egész magyar csapatra a London, hogy ezért volt ennyire sikeres, mert az nagyon sokat számít egy sportolónál, hogy milyen környezetet kell megszoknia. Ugye kint Pekingben emlékszem, smog volt, pára volt, meleg volt, füllet volt, ott nagyon ilyen rossz idő volt. Eleve más időzóna, nem is tudom mennyi van, 6 óra talán Peking és Budapest közötti időeltérésben. Tehát ugye az is sokat számít. London meg hát olyan volt, hogy csak átruccantunk Londonban. Ugye ez mennyi, 2 óra repülés. Az időjárás is azért azonos volt, mégiscsak ott is nyár volt, max picit borúsabb volt, ugye ez Londonnak adott, de ez így könnyebb volt. Szóval ilyen szempontból London jobb volt, kényelmi szempontból, meg ilyen akklimatizációs szempontból. Jó, és akkor majd még egy picit Rióról is beszélünk, de előtte én el szeretném neked mesélni, hogy mit éreztem, amikor először láttalak személyesen, a helyszín a Várkert bazár. A paralimpiai formaruhákat mutattátok be. Igen. Színpadon vastaps közönség, és kivonultál a színpadra, azt kell mondjam, mint egy modell, mosolyogva magabiztosan, hát természetesen a vastaps kíséretében, és megmondom őszintén, hogy bár tudtam, hogy hol kell keresni a problémát, tudtam, hogy ki vagy. Mégis egyszerűen annyira jól leplezed a kezedet, hogy gyakorlatilag, vagy azért, mert ilyen a kisugázásod, és az ember a szemedet nézi meg az arcodat, de egyszerűen észre se veszem ezt a testi fogyatékosságot, amivel te élsz. Ez már így ilyen direkt berögződött dolog gyerekkorod óta, hogy ennyire... Azként lehet, hogy berögződ... Fene se tudja, nem tudom, tényleg. Biztos, az is benne van, de nyilván, amit mondtál, hogyha én nem feltétlen azt emelem ki, akkor, akkor nyilván nem azt nézik az emberek. Meg ez ember kérdése tényleg, hogy ki, hogy viszonyul ehhez bármilyen másik embernek, akinek mondjuk valamilyen fogyatékossága vagy baja van. Van, aki nagyon leragad rajta, van, aki egy pillanat alatt... abba adja, és nem érdekli. Ez tényleg ember függő is azért szerintem. Én egy valaminél egy picit leragadtam, és akkor most elmondom azt, amikor személyesen is bemutatkoztam
adtunk egymásnak, uh-huh. ez pedig már a fogadalomtétel után volt uh-huh. A Nemzeti Színházban, és emlékszem, Tolya bácsi mondta, hogy még hárman vannak előttem, úgyhogy várjak a soromra, és hát kivártam a soromat, bemutatkoztam neked, és olyan sután éreztem magam a készfogásnál. Uh-huh. Aztán azért mondtam, hogy leragadtam ennél, mert persze megcsináltuk az interjút, beszélgettünk pár percet, és én hazafele a kocsiba jöttem rá a teljesen egyszerű, logikus uh-huh. mozdulat, veled kapcsolatban, és arra vagyok kíváncsi, hogy ezt más észreveszi-e, vagy más foglalkozik-e veled, de a titok az annyi, hogy a bal kezemet kell nyújtanom, és akkor te is a bal kezedet nyújtod, és teljesen normális. Van, aki ezt észreveszi egyből, van, aki bénázik össze-vissza. Nagyon rendben. De igazából én ennek nagy jelentősége nincsen. Nyilván nekem is kényelmesebb, ha erre valaki rögtön rájön, de ha nem, akkor az se baj, mert azt is meg lehet oldani. Nyilván kényelmesebb, hogy én a bal kezemet nyújtom automatikusan, van, aki ezt elszak furcsa. Igen, csak én nőként, ugye, és hát azonnal mm-hmm. nyújtottam. Hát jó, persze, hogy sokan is voltak bémeztem. Nyilván, de nem, én ezzel nem. Tehát ez is az, hogy azért, mert sok emberrel találkoztam, nyilván nem meglepetés nincs, tehát van, aki a harmadik kezét nem fogja tudni nyújtani. Minden embernek úgymond csak egy vagy két keze van. Úgyhogy megszoktam, megtanultam, hogyha vagy a bolt, vagy a jobbat mutatja az ember, akkor hogyan. Értem. Hát most már én automatikusan, ugye most már azóta találkoztunk többször, volt szerencsém, úgyhogy ez most már nem kérdés. Viszont akkor, ugyanekkor a találkozásnál, a rövid interjú alatt, és most jön Rio, azt mondtad, megint csak egy picit úgy tűnt a hangodból, hogy teher számodra, hogy most vajon mi is fog történni, és azt is mondtad, hogy nem akarod magad terhelni, és könnyelmű ígéreteket tenni arra, hogy aranyérmet szerzel. Szóval bizonytalan voltál, hát aranyérem nem, de csodás ezüst, és bronzérem, igen, amivel hazatértél Rióból. Milyen volt Rió számodra? Rio nagyon, nagyon jó hely volt. Nagyon vártam azért ezt már, hogy ott kint legyünk. Azért ez az utolsó éves felkészülés, az utolsó két éve ilyen 14-től 16-ig, az nagyon-nagyon nehéz volt, és nagyon-nagyon terhes volt számomra. Ott már kicsit éreztem így a vége felé, hogy ez már kicsit sok. Azért mégis 7 éves korom óta űztem ezt, vagy űzöm. Itt most már egy kicsit volt bennem egy ilyen kiégés, egy kicsit ilyen fásultság. És akkor ugye volt ez a Rio, nem is jöttek úgy már az eredmények a londoni sikerek után, tehát én már nem voltam veretlen, jöttek a rosszabb eredmények. Nyilván ez is rápakolt egy kis lapáttal, hogy már nem voltam annyira sikeres, mint ahogy előtte. De ezzel számolni kell, a sport az ilyen, hosszan nem lehet senki a csúcson. És akkor igen, én így elgondolkodtam, hogy akkor most ezt így kellett csinálnom, vagy folytassam. És akkor már volt egy ilyen, hogy Rio előtt én elgondolkodtam azon, hogy most ezt lehet, hogy akkor én nem akarom csinálni, de akkor csak egy logikusabb énem meg úgy gondolta, hogy azért mégis már csak 2 év van vissza, ez ugye 2014 környékén volt, és akkor az volt benne, hogy jó, mert csak 2 év van vissza, ezt azok megcsinálom, amennyire tudom, kijutok, és akkor lesz, ami lesz. Tehát, hogy, és igen, és akkor is megfogadtam, hogy nem fogom magam többet így terhelni. Egyrészt azért, mert hogyha magamat azzal kínzom, hogy már pedig én nyerni akarok, és fogok is, és mi van, ha nem, és hogy csak az arany, meg hogy csak a nagyon jó eredmény, akkor ezzel saját magamat bombáztam volna szét, és akkor inkább átpróbáltam formálni ezt a gondolatomat afelé, hogy inkább csináljam, amennyire tudom, ne agyaljak semmim, várjam, hogy letelik ez a 2 év, csináljam azért tisztességesen versenyeket, edzőtáborokat, és akkor lesz, ami lesz. Így voltam ezzel. És hát így akkor, ha egy picit odavesz, akkor még lehetett volna akár a... Igen, igen. Is. Ha csak ilyen lazán hoztál egy ezüstöt, meg egy pontot, akkor... Nem, mert úgy hangzik, hogy igen, én ezt így picit mondom magamnak, hogy akkor nem is tettem oda magam, aha, de nem. A fizikai részét azt teljes mértékben oda tettem, és a fejbeni részét is azért oda tettem, és nem hiszem, hogyha megint olyan makacsú mondom magamnak, akkor jobb eredmény uh-huh. születik, mert nem.
De mégis úgy vagyok vele, hogy ez így jobb volt, mert hogyha a másik oldalt erősítettem volna, akkor se lett volna jobb eredmény, viszont meg a pszichémet teszem tönkre ezzel. Úgyhogy így volt ez, így oldottam, meg így lendültem neki. És amúgy nagyon jó eredmény. Én úgy mentem ki Rióban, hogy azt mondtam, hogy ha egy érmet szerzek, akkor nagyon boldog vagyok. Emellett azért sikerült két érmet is hoznom, úgyhogy abszolút elégedett voltam. Hát én ehhez ismételtem. Most bekapcsolódó kontaktrádió hallgatóknak, bár remélem azért az elmúlt közel egy órában hallgattak minket, hiszen nagyszerű vendégem van, ma Sors Tamás paralimpiai bajnokkal beszélgetek. Túl vagyunk gyakorlatilag a pályafutása három olimpiáján, Peking, London, majd Rio, mind a három paralimpiádon gyönyörű eredményekkel tértél haza hazánkba. Viszont most egy picit elbizonytalanodtam a legutóbbi nyilatkozataid után. Ugye vagy félreérthető, vagy megint én bénázok, ahogy az előbb rám mondtad, de most hogy kell érteni azt, hogy hol tart a sportkarriered? Tokiót tervezed még, vagy már nem, vagy most csak szünetelteted az edzéseket, vagy az úszást? Igen, azért félreérthető volt. Volt olyan kijelentésem, hogy most ez az utolsó paralimpiám, hogy többet nem úszom, ugye 100 pilangót. Ez a kettő egy kicsit összekuszálódott, de úgy érzem, hogy azért bennem is volt egy ilyen kuszaság. Én sem tudtam pontosan még, hogy mit akarok, és hogy mit tervezek. Akkor azt mondtam meg, akkor úgy is voltam vele, azért az nagyon sok volt, stresszes volt, akkor azt mondtam, hogy az utolsó készvége ennyi. De azért ott, persze ott is azt is mondtam, hogy azért még nem teljes mértékben, tehát nem akasztam felrögtön így most a fogasra az úszonadrágot. Jártam azóta úszni, voltam úszni, mondtam, hogy szeretnék ilyen levezető éveket is csinálni. Ugye mondtam, hogy világbajnokságra is el szeretnék menni, ami most szeptemberben lesz. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez még biztosan. Most is hasonlóképpen vagyok, annyival, hogy a 100 méter pilangó az teljes mértékben tudatosult, hogy azt többet nem csinálom, azt nem akarom úszni. Azt ott Rióban lezártam. Most egy ilyen rövidebb távon gondolkodom, egy 50 méteres gyorsúszás, ugye ez nem igényel annyi energiát, mint egy 200 vegyes, mint egy 100 méter pilangó, de mégis azért ott tudok lenni, tehát mégis azért benne vagyok az úszásban. Úgyhogy erre készülök, ez egy ilyen sprint szám, erre tényleg ez teljesen máshogy kell készülni, és úgy vagyok vele, hogy most elmegyek, majd lesz egy országos bajnokság itthon, utána lesz majd a világbajnokság, és akkor meglátom, hogy megy-e ez nekem, vagy tudom-e csinálni. Ha tudom így csinálni azzal, hogy közben tudom egyeztetni a civil életemet, tehát hogy tudok mellette mást is csinálni, ugye az iskolától kezdve mindent, és mellette csinálom ezt az 50 gyorsot, és megy, és haladok előre, akkor folytatom. Ha nem jön össze, akkor viszont akkor hagyom. Tehát, hogy ennyi, ez egy ilyen próba. Ha sikerül, akkor folytatom, ha nem. Hát én az előzőre drukkolok. Köszönöm. Sikerüljön feltétlenül, és akkor így meg is nyugodtam egy picit, és remélem a hallgatóink is, hogy gyakorlatilag akkor ez itt még nincs lezárva, és még akár tókiói szereplésedről is tudhatunk, hallhatunk, majd láthatunk majd. Viszont úgy tudom, illetve beszámoltál róla, hogy lefutottál egy félmaraton, csak így hip-hop. Azt gondoltam, hogy nehogy átnyergelj a futásra, bár én azért a futók pártját is védem. Volt ennek valami apropója? Lesz esetleg ebből maraton, vagy ez csak úgy adhok jellekkel jött? Nem, ez egy ilyen csapat. Van egy baráti társaság, ők már voltak, és már hívtak egyszer, csak nem tudtam pont, hogy az úszás miatt. Most elmentem futni. Sokat nem készültem rá, de meglepően nagyon jól futottam. Gondolom azért az úszás nyilván az adott állóképességet bőven. Gyönyörű eredménnyel. Nem is futottam olyan rossz időeredményt, igen, ilyen. Mondhatod, 2 óra 5 perc volt, 2 óra 5 perc, úgyhogy az így teljesen hétköznapi futónak az most nagyon jó eredmény. Majd legközelebb még egyszer ki szeretném próbálni, úgyhogy kicsit jobban készülök rá. És mert most azért nagyon fájt, a két napig nem tudtam annyira rendesen járni, úgyhogy most majd azért megpróbálok rá készülni komolyan. Ha megpróbálok még egy félmaratont rákészüléssel,
ha jó eredményt futok így is, hogy meg nem is fáj annyira, akkor még akár lehet egy maraton gondolata is, de ez még csak egy ilyen jövő zenéje. Nagyon rövid időnk van hátra. Előbb már egy picit belekalandoztunk volna a civil életbe, azért ezt még feltétlen szeretném megtudni, hogy mi újság van ezzel a jogi diplomával, ugye hogyan, hogyan áll ez jelenleg? Hát én már elég régen, még a londoni olimpia után jelentkeztem ide a jogra Pécsen. Nem baj. Csak hát ugye akkor maradt az úszás, akkor azt a vonalat erősítettem, és ez egy kicsit megállt ez a sulis dolog. Úgyhogy most a sulit próbálom erősíteni. Most inkább azon előtérben voltak vizsgáim, párat megcsináltam, most már megint lesz a vizsgaidőszak. Azért nagyon jó egyetemen vagyok, nagyon jó tanárokkal, akik segítőkészek is, meg egyéni tanrendet tudnak így engedni nekem. Igen. Úgyhogy az nagyon jó, hogy azért egyéni tanrendes vagyok, egyéni vizsgarendes, így azért kicsit rugalmasabban lehet vizsgázni. Nem volt könnyű így belecsöppenni az úszás után a könyvek közé, de úgy érzem, hogy azért ez megy, meg úgy lehet csinálni. Nem egy mintadiák vagyok, de haladok, és azért tanulom. Aztán, ha minden jól megy, akkor majd egy x év múlva talán be is fejezem. Haladj, majd fejezd be, Tokióba versenyezzél. Én nagyon szívesen folytatnám még ezt a beszélgetést, de a műsoridőnk sajnos letelt. És ahogy mondtam a műsor elején, azt pontosan ugyanúgy gondolom a végén is, hogy Tamás, szerintem te egy igazi példakép vagy. Köszönöm. Mind a mellett azt hiszem én mondhatom, hogy egy nagyon vagány, nagyon jó képű és nagyon jó beszélgető partner. Maradj ilyen, és remélem legközelebb még folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóinknak pedig köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket. Várom önöket a jövő héten is. A Sportarénát hallották, és Szabó Tímát. Szép napot kívánok. Kocsi készülődik neki a labda elrugásának. Puskás, beledek a lábadba! Itt elkezdett hajrázni ez a picilány. Gyere, egérke, gyere, kicilány! A Sportszolgálatában egykor és most. Sportaréna Szabó Tímával. Hát ilyen nincs, és mégis van.